Csertán Balázs jogász tartott előadást a Felsővárosi Nyugdíjas Klub tagjainak, a olyan témákat érintettek, amelyek hasznosak lehetnek és segítséget nyújthatnak számukra a jogi útvesztőkben. Bognár Mária klubvezető elmondta, a nem csak a 20 éveseké a Világnyugdíjas Klub pár éve indított egy programsorozatot, amelyen egy-egy ismeretterjesztő előadás után zenés, táncos mulatságokon vesznek részt. Éppen jókor van ez az előadás, hát sorozatnak ez a része, mert ugye itt vannak az ünnepek, hála Isten, és ugye vásárolnak a népek, vásárolnak az idősek, a szépkorúak, és most remélem, hogy, hát nem remélem, mert biztos is, hogy beszélni fog a jogász úr erről, hogy vigyázzunk a kis holminkra, a pénzünkre, a kis bevásárlókocsinkra, meg minden, és ez most szerintem pont jókor jött ez az előadás. Csertán Balázs kiemelte, az előadásnak az a célja, hogy az alapvető jogi intézményeket, jogszabályokat minél szélesebb körben megismerjék. Az előadást azt a szépkorúak igényére szabtuk, olyan témákat érintünk, amiket számukra leginkább hasznos lehet, ideértve különböző szerződéseket, például tartási szerződést, öröklési szerződést, beszélni fogunk a végrendeletekről, azoknak a fajtáiról, érvényességéről, illetve a törvényes öröklés szabályról, és lehetőség lesz a végén kérdéseket feltenni, illetve konzultálni. Deák Lajosné hozzátette, nagyon örül neki, hogy számos nyugdíjas klub van Székesfehérváron, és hogy mindegyik igen aktív is. A program is tükrözi, hogy nagyon fontos a nyugdíjasokra odafigyelni. Nem csak a gondos óra kapcsán, hanem egy ilyen jogi tanácsadás kapcsán is. A mai világban olyan dolgok történnek meg, hogy az ember el se tudja hinni, hogy ilyen emberek is vannak, akik az időseket kihasználják. Ez egy jó lehetőség most jogi vagy bármi ügy kapcsán, hogy tájékoztatást kapjanak az idősek, és jobban odafigyeljenek magukra, családjukra és egymásra. A Felsővárosi Nyugdíjas Klub a karácsonyi időszakban évadzáró műsorral készül a tagoknak, ahol az ünnepi előadás és közös ebéd után hagyományosan bállal búcsúztatják az esztendőt.